A riportot támogatta a projektpartner, a számítástechnikai rendszerek szakértője. Tiszteltel köszöntöm Bölöni Lászlót és Diószegi Lászlót. A magyar válogatott tegnapi mérkőzése kapcsán kértem egy lehetőséget, hogy beszélhessünk a világhírű magyar edzővel. Egy pár szóban kifejteni a véleményét a tegnapi mérkőzésre, illetve a magyar labdarúgásra kapcsolatban. Van-e valami olyan, amit esetleg még nem mondott el? Hát csak úgy óvatosan próbálok fogalmazni, hogy mert mindig aztán utána történhetnek tévedések, de én úgy érzem, hogy a jelen pillanatban végre a magyar futball kezd talpra állni. Azt érzem, hogy kezdte a válogatott jó eredményeivel, mert az, hogy a tegnap megverték a szerbeket, mondjuk egy eredmény az összejöhet jó is vagy rossz is. De akkor, amikor már nem merem azt mondani, hogy nagy sorozatban, de elég szép számmal jöttek a jó teljesítmények, azt el kell ismerni és gratulálni kell neki. Gondolom, remélem, hogy a hatalmas erőfeszítések, melyek a stadionépítésekkel és egyéb támogatásokkal jöttek, hogy azok szép lassan valamennyire csak megfizetődnek. Nagyon-nagyon örvendenék annak, hogy a továbbra is hasonló jók lennének az eredmények. Ugyanakkor ott van a Fradi, a Ferencváros. Én nem tudom, önök jobban tudják, de azt hiszem több mint 20 éve, hogy nem volt magyar csapat a Champions League. Igen. De hát most ott van, és nem akármilyen módon jutott oda el. És gyönyörű mérkőzések lesznek. Reméljük, hogy a közönség kimehet ezekre a mérkőzésekre. Mindenféleképpen ilyen ünnepnapokat már rég-rég nem ért a magyar futball. Nagyon sajnálom, hogy a videótonnak nem jött össze a továbbítás. Ha tudna adni egy tanácsot, illetve mondjuk Rebrov egy tapasztalt edző, de ön azért elég régóta járja bár ennek a hivatásnak az útját, tudna-e valami tanácsot adni a Rebrovnak, amit meg lehetne fogadni itt a Ferencvárosra kapcsolatban? Én azt hiszem, hogy Rebrovnak van a tapasztalata, hogy ne kelljen őt neki tanácsolni, ne kelljen. Pláne egy edző, hogy okoskodjon egy másik edzőnek, én azt nem szívesen teszem. Én csak kívánom neki azt, hogy minél tovább, minél jobb eredményeket érjen el a csoportküzdelmek során. És azt, amit még mondani szeretnék, és amit kívánok még neki, az, hogy jövőben is ismételje meg ugyanezeket az eredményeket. A Diószegi László barátunk, elnök úr, az OSK-nak az elnöke többször említette, hogy nagyon szeretné meggyőzni önt, hogy az OSK-nál vállaljon valami szerepet. Lehet-e erről szó most már? A futballban minden lehetséges, ezt egy régi nagy játékosom mondta. Nem tudom, hogy honnan szedte ezt, de a futballban tényleg valóban minden lehetséges. Általában egy ilyen közeledés egyik csapat a másik, egyik közeledni egy csapat felé, az gondolom, hogy függ a csapatnak az erejétől, hogy nem mondjam hírnevétől közrejátszik ez a szerep, de közrejátszik ebben történetesen az anyagi oldal is nagyon sok esetben. És aztán van a harmadik oldal is, ugye az a lelki. Na most már melyik kerekedik a másik fölé a háromból, azt soha nem lehet tudni. Minden esetben állam a lelkivel igen jó lábon állunk Laci felé, mert én láttam azt, megkönnyeztem azt, amikor mérkőzés elején vagy mérkőzés végén a közönség őszintén együtt tud ünnepelni a játékosokkal. Ezek ilyen felemelő pillanatok, ami a lelki elemet feltétlenül megerősítette benne. És hogyan látja, így szakmai szemmel meddig juthat el az OSK? Most elég stabil tagja a román első osztálynak, de van-e realitása annak, hogy esetleg majd
nemzetközi kupákban egy pár éven belül szerepeljen. Ezt most így tudom, hogy itt ül mellettem a Laci, és azért kérdezem, mert szakmai szemmel hogyan látja ezt, hogy eléggé stabilizálódni látszik az OSK-nak a helyzete? Hát én mindenek előtt azt kívánnám a Sepsinek, az OSK-nak, hogy mindenek előtt valóban hosszú távon biztosítsani tudja a Székelyföld szívében egy elsosztályú futballcsapatnak a működését. Ez, higgyék el, fantasztikus eredmény, és ezt a Lacival már többször átbeszélték. Na most az is igaz, hogy néha-néha ebből a stabil jelenlétből, ha egy kiugróbb siker összejönne, az hab lenne a tortán. És ezért dolgozik keményen Laci, nagyon keményen, különböző nehézségekkel küzdik. Meg kellene találni azt az erdélyi szponzori magot, ami nagy oxigén buborékot jelentene a csapat számára, mert végső fokon ezt a problémát soha nem lehet félretenni. És még szükségük van egy kis időre is, időt is kell nyerjenek, mert ugye be kellene induljon egy akadémia ott is, illik, hogy egy első osztályú csapatnak akadémiá is legyen, hogy a feljövő fiatalok átsegítsék azokon a nehézségeken és anyagi megoldásra is fel lehessen őket használni. Egy jó akadémiának a működése mindig fontos. Tehát, de az időt kér, az időigényes. És azt is el kell érnie. Én nagyon örülök, én tudok arról, hogy a jelenlegi kormány figyel arra, hogy mi történik a Székelyföldön a sport szempontjából, és merem remélni, hogy ezt a támogatást továbbra is megadja, és emellé kell azt az erdélyi székelyföldi magot is megteremteni, ami aztán valóban komoly alapokat ad a további tervezésre. Tehát elsősorban egy igazi lokálpatrióta támogatói rétegnek a megjelenése kellene, aki odaállna a Diószegi László mellé, és azt mondaná, hogy az OSK a mi csapatunk, és fölvállaljuk a székely identitásunkat a futballpályán is. Természetesen, de hát ezt, hogy felvállalni, ezzel nincsen különösebb baj, azt hiszem, futballpályán vagy azon kívül. Én emlékszem, nekem Laci mesélte, hogy lejárt Sepsiszentgyörgyről futballmeccset nézni Marosvásárhelyre. Na hát én annak örvendenék, hogy az éblazsan a marosvásárhelyek is felautoznának Sepsire mérkőzésekre. Mert szeretik, mert az ő csapatuk, saját csapatuknak képzelik azt a csapatot, amelyik tulajdonképpen nincs is van messze, 150 kilométerre, tehát az nem a világ vége. Tehát még egyszer mondom, a Sepsi szép lassan a csápjait, a vonzó csápjait úgy ki kellene terjessze. Persze ehhez Tejermőföld is kell, és azt teremjen meg Székelyföldön és a környéken is. Jövőre is kerül majd átadásra a Sepsi új stadionja, ahova mi 720 kilométert fogunk gyalogolni. Kicsit belecsempészem a mi reklámunkat is ebbe a beszélgetésbe. Erre a megnyitóra feltételezem, hogy biztos, hogy ott lesz. Hát nem tudom, hogy meghív a barátom, mert... Élőben hívom meg. Most akkor, hogy halljak, nem hogy meg van hívva, az egyik díszvendég lesz, és nagy örömünkre fog szolgálni, hogy ott lesz a stadionavaton, mert bízok benne, hogyha egyszer nem lesz pont akkor mérkőzés neki, de úgy fogjuk a dátumot úgy fogjuk tenni, hogy ne legyen, ne tudjon kibújni az alól, úgyhogy ott lesz. Minden bizonnyal ez is hozzá fog járulni majd a Sepsi OSK komolyabb megjelenéséhez a keleti szomszédunknál. Ön hogy látja ezt, egy új stadion ekkora elővel bírhat majd, hogy
Általában azt szokták mondani, hogy egy új stadion mindig megduplázza a nézőknek a számát. Legalábbis ezt most franciaországi statisztikákra hivatkozva mondom. Hát reméljük, hogy ez megjelent a Székelyföldön is, mert az mindenféleképpen egy vonzza az embereket. Csak aztán a mérkőzésekkel, azzal, amit még a mérkőzések mellett kap a néző, a szurkoló, azok ilyen jól elhelyezett szponzorizálási lehetőségeket is kell nyisson, azért, hogy valóban az emberek jönnek ne csak arra az ünnepségre, hanem felnőni oda, hogy ezeknek a hogy a futballnak ezt a szociális szerepét el tudja viselni, tudja elviselni a sebség. Szeretet, lelkesedés, virtus, nagyon jól tudjuk, hogy megvan az otthoniakban, és reméljük, hogy ezt kamatoztatni tudják. Ezért lenne jó, hogyha egy olyan szakember segíteni a munkát, hát ha esetleg Erdélyből is előkerülne egy Ronaldo. Hát feltétlenül. Köszönöm szépen, nem is zavarom tovább. Nagyon szépen köszönöm Diószegi Lászlónak, hogy összehozta ezt a beszélgetést, és Bölöni Lászlónak, hogy minden jót kívánok. Időt szakított rá. Köszönöm szépen.